azt szeretném, ha a szemembe nézne, és ott mondanám, hogy miért? Miért? Mi oka volt arra, hogy aljas módon hátulra leterítse a lábamat, és meggyilkolja, és úgy tekerje rá a bonzatot a nyakára, hogy amit tudják róla, a boncmesterek leszedni. Miért? Mi értelme volt ennek? Személyesen most láttam először, fotót láttam már róla, úgy nézett ki azon a fotó, mint egy dzsihadista harcos. És nekem olyan, mint egy ISIS katona, akinek semmi nem számít, semmi nem érdekel, semmi nem fontos. Ő valamiért meglépte azt a lépcsőfokot, azt a következő lépcsőfokot a rablás után, ami ide vezetett, hogy gyilkosság. És ezek után arra következtetésre jutottam, hogy ő gyerekkorában állatokat kihozhatott. Teljes kielégülést és nagy boldogságot nekem az fog jelenteni, amikor arról hallok hírt, hogy koporsóba viszik el, és akkor szeretném megnézni. Én minden tárgyalással itt leszek. Igaz, hogy az munkájának ma van a születés? Igen, igaz. Igen, ma töltötte be a 17. életévét. És 11 éves volt, mikor megölték az édesanyját. És ő hogy kezeli, fel tudta ezt már egyáltalán dolgozni? Nem tartom valószínűnek, hogy ezt ilyen egyszerű feldolgozni. Másképp mutatja ki egy tinédzser, egy fiú, egy férfi ember, és egészen másképp mutatja ki egy gyerek. A gyereknek se verte magát a földhöz, nagyon megviselte, de ő mérleg, tud mérlegelni. Köszönöm szépen! Thank you.